Sziasztok, köszöntök mindenkit innen a Színfesztiválról, és egy gyors interjúra elkaptuk az Ion and the Parasolnak a tagjait. Köszönjük szépen, fiúk, hogy nyilatkoztok nekünk. Köszönjük. Kezdjük azzal, hogy van, ugye azért ti angolul kezdtétek a pályafutásatokat, most elég sok magyar számotok van. Miért váltottatok át magyarra? Nem váltottunk. Akkor miért vannak magyar számaitok is? Mert szerettünk volna ilyeneket írni. És mindig voltak egyébként magyar dalaink, mert a kezdetek kezdetén is az első rádiós slágerünk, vagy ami így többször ment már a Petőfi Rádión, ez a Jól el nekem az élet volt. És aztán a következő lépés, az egy magyar nyelvű EP volt, ugye azon volt a Brody szöveggel ellátott, ha megnyitod a szíved. És így a budai popnál értünk meg arra, hogy vagy akkor élet meg bennünk a gondolat, hogy szeretnénk egy teljesen anyanyelvű lemezt. Most viszont úgy gondolunk magunkra, mint egy két nyelvű zenekarra. Ugye ismét el tudunk indulni a nagyvilágban, ismét tudunk külföldön is koncertezni, ugye a vírus helyzet után, úgyhogy mindenképpen lesznek majd angol nyelvű dalaink is. Milyen volt az első legsikeresebb magyar dalotok? Ez a Ha megnyitod a szíved című dal, aminek az a különleges sztoria, hogy ez angolul volt eredetileg megírva, ez a Love is Like Bourbon on the Rocks című dalunk, és játszottunk együtt egyszer az Aquarium Clubba egy koncertet, ahol meghívtuk a Brody Jánost, aki ugye az Illés meg Fonográf zenekarnak a oszlopos tagja és fantasztikus szöveg, illetve dalszerző, és neki annyira tetszett ez a közös koncert, hogy utána megihlette ez az egész, és másnap küldött egy e-mailt, aminek az volt a cím, hogy ajánlat, és ebben az volt, hogy szerinte kéne nekünk több magyar szöveg, és erre írt egy magyar szöveget. Ez a sztori. Ez amúgy tényleg jó történet. És tudtok mondani olyan dalt, aminek így izgalmas a története, ahogy megszületett? Azonban nagyon unalmasak a dalaink. Hát azért, na. Nem? Szerinted nem unalmasak? Hát a történet a dalok mögött az szinte minden esetben unalmas. Egy történetet osztatok meg velünk. Hát a Máté egyszer elküldött egy nagyon rossz ötletet, ami nagyon nem tetszett nekem, csináltunk be egy nagyon szar dalt. Nem, amúgy minden dalunk nagyon jó, de azt mondtad az előbb, hogy koncertes sztorikat, meg fesztiválosokat akarok. Olyanokat is kérdezek, de először olyan, mondjatok, eszetekbe jut valami, hogyha nem, akkor nem erősködök. Jó, akkor mondjatok valami izgalmas koncert sztorit. Nekem van az a rossz tulajdonságom, hogy ki szoktam menni a közönséghez, mert nagyon szeretem így érezni közelről az energiájukat, és el szoktam azt felejteni, ami egy egyetemista számára, főleg, hogyha villamosmérnök, akkor ezt tudja, hogy a kordon az nincsen leföldelve nagyon sok helyen. Tehát, hogyha te fogod a mikrofont, és mondjuk akár még vizes is vagy, és megfogod ezt a kordont, akkor megráz az áram. Úgyhogy engem nagyon sokszor megrázott az áram a nyáron. Én meg sokszor... Tartom följön, sokszor elestem a színpadon már, vagyis egyszer majdnem elestem, akkor még megúsztam, de ezek amúgy már rég történtek. Egyszer ténylegesen bezuhantam hátra a dobhoz, és akkor Iván odajött ugyanígy meginterjúolni a mikrofonnal, hogy Máté, mi történt, és akkor mondtam, hogy elestem. És akkor volt még egy, amikor pedig elestem, és akkor Iván is így rám vetett a hát, és kihúzódott a gitár, és akkor ilyen csendben, ilyen kínosan fetrengtünk a földön. Nekem is nagy félelmem az, hogy egyszer felmegyek a színpadra, és elesek, úgyhogy rosszul van. Lekopogom, de már tényleg rég történt. Akkor még maradjunk a sztoriknál, van nagyon kedves emléketek a rajongóktól? Bármi. Hát ugye 12 éves a zenekar, úgyhogy tényleg rengeteg sztori van, és szerintem nagyon hálásak vagyunk nekik, hogy még mindig ugyanazzal a lelkesedéssel tudnak, nem tudom, akár lerajzolni minket, vagy sztorikat küldeni. Igazából főleg most ezen a nyáron nagyon sok ilyen pozitív élmény volt, de én azért nem akarok kiemelni egyet, mert ez így egybe tette vissza a zenekart szerintem arra a polcra, így magunkba is, meg így kifelé is, ahova való. Szóval, hogy hálásak vagyunk ezért. Igen, hálásak vagyunk, és tényleg nagyon, nagyon jó dolgokat kreálnak mostanában rólunk, ilyen izgalmas alkotások születnek a zenekarról, meg egyes tagjairól, úgyhogy ja, ez mindenképpen egyrészt szórakoztató, meg szívmelengető is. Amúgy érdekes az, hogy titeket tehát a nagyon fiataloktól kezdve az idősekig imádnak. A szüleim imádnak titeket. De nagyon. Igen. Mindig mondják, hogy szóljak, hogyha Ion and the Parasol koncert van valahol. Most itt vannak? Most nincsenek itt, de
augusztus 20-án ott voltak Békés Csabán, úgyhogy... Az is egy ilyen élmény volt abszolút. Ezt tényleg pont lefelé beszélgettünk most a kocsiban arról, hogy így, fú, azért ez a Békés Csaba jó volt, mert ilyen tényleg őrületes sikoltozás és összeverődés. Biztos a szüleim voltak. Azt hittük, hogy sztárok vagyunk ott, tudod? Önmagukból kikelve sikítoztak a szüleid és mindenki más is, mi is. Jó volt. Na, akkor nem rabolom sokáig az időtöket, tudom, hogy mindjárt kezdtek. Melyik most az a dalszöveg részlet, ami a legjobban jellemzi a zenekart, vagy ami most eszetekbe jut legelsőre, bármi? Nem kell indokolni. Mást vártam. Ja, hogy a saját dalszöveg? Az élet a legjobb méreg. Az élet a méreg. Néha kevés, néha több. Így van. Csak saját szövegek. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és ezeket elmondtátok, és köszönjük szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak. Hallgassatok sok Ivan and the Parazolt. Sziasztok! Hello!